Üdvözlöm Önöket! A videómban most Önöknek megmutatom, hogy mi a Ubuntu 17.10-nek az újdonságai. Legislegelsőnek meglepődésemre az alapalkalmazásai semmit sem változtak, ugyanúgy van, mint máskor is volt, hogy azokat tartalmazza. Itt van a grafikai rész, van egy PDF readerünk, egy MTP-nt, meg egy nyomtató, szkennel kezelő. Van a Firefox, de én felraktam már, a Palmet is. Akkor az Office, Abi Word, Kinumeric, Sound Video, itt is ugyanazok, kivéve az Opsot, Steam Tools, ugyanaz, a régiben volt. Itt van egy újabb része, tehát így ránézésre semmi sem változott meg. Na, meg is mutassunk maga a rendszer, milyen új kernel verziót kapott, miket támogat, milyen driverokat. Ez a legegyszerűbben úgy nézhető meg, hogy itt van a System Info, System Information, és akkor itt van, nagyban megjelenik, hogy itt van, hogy mi is használom, egy AMD L2 3800 APU White Radeon HD Graphic, 7 giga RAM, 1 giga lett a videokártyám, 8 GB RAM, mikor lett telepítve, hogy mit is használ az X-Orgot, hanem az újabb VLAN-ot, az a sima Ubuntu verzióban már az van elérve alapbeállításként. Akkor itt van Ati, Hödömi, fel vannak ismerve, harddiskek, meg ez, az a kész szatelezélő, nézzük meg maga az operációs rendszert, melyeket is tartalmazza. Itt van a Linux kernel 4.13.0.16 generic, Libari 2.2, Ubuntu 17.10. De itt van a nevem. Nem. Akkor itt van maga a kernel modul. AMD-t felismeri teljes mértékben. Itt ismer fel még. Audio, Hödömi HD Audio, Generic HD Audio. Semmi, valami nagyon nagy újdonságot nem lehet itt észrevenni. A legnagyobb újdonság mégis csak azok, hogy mostan nem recseg annyira be a mikrofon, amikor beszélek bele. Máskor mindig berecseget, akkor meg lehet rajta nézni. Videó sem akadozik be, mert az újabb AMD Radeon driverokat támogassa. Azt is megmutatom, akkor itt van a boot, a file system, az nem annyira érdekes. Ez sem nem annyira. Akkor itt van a... Hát ez nem. Mindjárt is tudom, milyen driver tartalmazza. Az legegyszerűbben a szimpatik csomagkezővel lehet megnézni. Itt is volnánk benne, és akkor ide bebírom simán írni azt, hogy Radeon, és akkor meg fogja jelenni, hogy milyen driverok vannak alapból feltelepítve rá. Szerintem a legújabb verziók vannak felrakva rá, na ne, azok az 1.7 hetesek, az AMD GPU 1.4, ezek újabbak, ezek máskor nem voltak felettek frissítve, olyan kb. Több mint 100 hibát javítottak belőle. Szerintem ez a hibajavítás elég jó sikerült. Nem akadozik a kép se a hangom. Lényegében nézve. Nézzük, mit is ajánl fel nekünk. Hát így ránézésre semmit nem változott. Inkább azon vagyok meglepődve, hogy eddig el lehetett tüntetni az ikonokat. Például itt bezárom így. És átviszem ide. És ez a funkciója nem működik rajta. Például áthúzom a... Megfogom... Mindegy, akkor emelve. Megfogom ezt, és én át akarom dobni ide. Máskor ez működött. És itt mindig meglátszódik az alapsorban, milyen alkalmazást használunk. És akkor az kicsit zavaró tud, de ez ilyen hiba lehet szerintem benne. Máskor el lehetett tüntetni, meg volt az Opsnak volt egy, kint egy ikonja, és akkor látszódott, hogy mikor vételezzek rajta, mert mikor nem. Most valami miatt nem lehet.
Mindjárt nyitunk egy másik alkalmazást, például Firefox hogy is viselkedik rajta. Milyen gyorsan nyíl meg. Meg is nyílt, és akkor én most például én ezt el akarom tüntetni. Így. Ikon. Meg kiszedték belőle ezt a funkciót, hogy régebben nagyon smi volt, hogy így, mint a Windows 7-nél volt, hogy kicsi, úgy, ez a funkció kellettek törülve, most csak automatikusan dobálja a deszkopra, ami ez a funkció nem működik, látszik, hogy átváltok, és mindig itt ebben az alapsorban meglátszódik a programnak a neve, ezt nem is próbáltam ki, mindjárt nézzünk, hogy lehet ezt átállítani. Hát ha ezt kikapcsolom, akkor mi lesz benne? Semmi, nem bírom átvinni. Ez a funkció volt régen benne, hogy simán bírtam dobálni át az ikonokat másik asztalra. Nem lehetett látni, milyen alkalmazásokat használok, de most már sajnos láthatóvá váltak. De ez valami bug hibája lesz neki. Akkor itt van a az energiakezelője, Display Brick, itt van ez a kedvencem, hogy bírom állítani, hogy mennyire világos legyen. Most világos vagy nem, nem látok semmi különbséget rajta őszintén, szóval. Akkor rámegyek arra, hogy Power Manager Setting, Display, hát kicsikét lejjebb veszünk, hogy hamarabb kikapcsolódjon, például így. 5-6 perc, jó lesz. Akkor mit is van, az alkalmazás, ami megy, az a hang, az semmit nem változott, így alapbeállításban. Például akkor ki lehet rakni ide a rajta a nyelvválasztási lehetőséget például. Úgyhogy lehet, hogy ha annyira akarunk, akkor nyugodtan létrehozhatunk benne egy új panelt is. Ráklikkel. Van el, és akkor kicsikét lejjebb szedem. Így. Hát most el lett ez rontva. Ezt kitőlem, ok. Akkor így csinálom, hogy rájöjjek erre, és akkor azt akarom, hogy toppon legyen. Top, így fölülre raktam egyet. Például icon, cheese, legkisebbre rárakom. Élveszem a hosszát neki. Ez így. Hát, ez máskor lehetett, hogy középre legyen, így. Közepén van. Így aztán. Például berakni egy képet is neki. Ezt a képet én fényképeztem. Custom color. Mondjuk legyen egy kék színű. Ok. Close, és akkor most hozzá berakni. Ad. Mi kell hozzáadni, és akkor például hozzáadom a Gárból a nyelvválasztás lehetőséget. Close, most magyar nyelven van. És akkor itt bírok választani, hogy milyen nyelvet akarok. Például így lehet hozzáadni másikat. Lehet nagy a választék. Szét van, fel van sorolva, zászlók mellett, Spain, Latin, ennyi nyelvet lehet hozzáadni. Akkor, hogyha annyira akarok látni valamit, például azt ad, hogy és az, mennyire használjunk a procit. Van egy ilyen ikon, close, és akkor ez itt megmutassa, vagy nem ezt kellene hozzánom, hanem nem ezt, ott összekevertem. Csak így nem látható nagyon semmi, sem, mert nagyon kicsikében van bent.
Kvázának lehet tenni valamit. Így. Aztán. Ikon síz. 27-re felnyomom. Na, így né. Most a jobban látható ez a panel. Itt van, hogy blokk nyelvet választani rajta. És mutassa, hogy eléggé jó magasan használja. Hát így lehet hozzáadni egy panelt. Elég egyszerűen lehet alkalmazni. Akkor kitörlés is, akkor már nem is lesz itten. Mi érdekessége van még magának a rendszernek? Érdemes még megállapítani, például van ilyen nagy... Milyen, hogy lehet használni, ahogyan látni akarod, úgy néz ki. Szóval bírod választani rajta a témát, a színeket, a témák is vannak rajta, van ez a sima GMO. Van a Ubuntu, melyiken is volt, már nem nézek rá, ez a sima Ubuntu volt. Van a Mouse Cruiser, de bírt hozzáadni újabbat, és feltelepíteni. És akkor bírod választani, hogy mekkora legyen a pixelekben, hogy kék, nem, piros, zöld és kék, és akkor ibrod azt mondom, milyen legyen a geometria. Mouse cursor, ez ilyen look and feel, akkor olyan miért nagy opciója neki, hogy a kicsi írás nem bírja látni a szemed, majd megfájdul tőle, akkor egyszerűen ránéz ide, és akkor te kirad választani, hogy mekkora legyen az írás módja, Ubuntu legyen, és meg fog változni, most 12-esen, például rányom 20-asra, és már mindjárt nagyobb lesz az írás. Nekem nem teszek jó, mindig elég szerintem a, nekem a 12-es, jók még a szemei. És aki megrólad választani, hogy milyen legyen, több írásmódot, elég jó. De még kis volt próbálni, hogy fog látni a betűket rajta. Akkor visszalászni rajta átérképet, csak itt egy a gond, hogy a fő mappába kell belerakni, hogy ne kell állnod a többi patríciót felmutolnod. Például ilyen, hogy user-e, share-e, például háttérképek, és akkor bele lehet másolni a képedet, és majd akkor beállítod, és akkor ugye automatikusan látszódni fog. Nem kell külön kiválasztani a másik patríciókat. Rajta felmutolnod, biztonságosan 100% azért nem szólt olyan biztonsági miatt. Például betörik fel olyan a hacker a Linux verziódba, és akkor azt bírja mennyit, ami fel van mutolva. Ilyen külön részekre szokták felosztani. De ha nincs felmutolva, csak az alaprendszer van, akkor semmilyen fontos adatot nem tartalmazott, akkor nem bír annyi kárt tenni benne. Akkor itt vagyunk tovább. Ennyi. Most hirtelen, vagy még átnézem, mit tudok mutatni, érdekességet benne. Hát, van ez a videók. Ez nem nagyon érdekes, akkor van a System Tools. Például itt van a legnagyobb előnye neki, hogy egybű van benne frissítés, lehetőség, egy gombnyomásra. Megnyomom ezt, és akkor mindjárt átnézi automatikusan. Nem kell szenvedgetni, külön alkalmazást rárakni, hogy megterheljünk vele a processzort, meg a RAM-ot, mit nem tudom, vírusok. És találjunk. Az így szokott lenni, hogy frissítve van, és akkor hibát dob ki, ha nincs ami frissítve, ez ami újabb megszokás, hogy ez így szokott lenni, kivéve az Androidnál is ugyanez van. Most keresi még, tölti. Most addig lezárom a Firefox-ot. Akkor nézzünk, hogy... No. Igen, ez jó hír. Akkor nézzük, mit is ad fel. Hát, nyelvet is bármikor hozzábírsz adni, ha akarod, hogy többet beszéljen. Nem muszáj egy alap nyelvet beírni, hanem aztán bírod formázni, hogyan akarod. Ott Isten. És akkor kiírod választani, mit akarsz, milyen nyelvet akarsz felrakni. Isten a remove, telepíteni vagy nem akarod.
Például itt van egy Startup Disk Creator része is, elvette bármilyen disket base létrehozni, például akarsz egy gépartitot létrehozni, az arra, hogy merevlemezett tönkre akarni biztosítani róla egy biztonsági klónmentést, vagy akármilyen ingyenes más merevlemez adatmentőt, bemásod ide, kiválasztod a disk image-et, beraksz egy flash-t, és akkor ráírja. Bootolhatóvá teszi a flash-edet, nem kell külön alkalmazást keresni rá. Ez kb. Szerintem ezek a lényegesebb részei, ami van. Ami érdekes, használható. Például itt van még a Software Center, ha nem annyira vagy Linuxos, ezt inkább én nagyon nem szeretem alkalmazni, használni. Eléggé lagosulni szokott, nem rakja rá a kívánt csomagokat. Elén a sudo parancshoz szeretem ilyen terminálba intézni el. És akkor most még várni kell, amíg letölti a... De elég gyorsan, és akkor kibrahat választani a kívánt szoftvereket, addonokat, játékot, akármit. Mit is lehet használni. Milyen jó sok minden van, egy ilyen appletek, addon, hogy van ilyen... Például, hogy hozzávirad adni a Firefoxot. Ezek fontosak. Hát, ennyi. Volna a lényeg. Szerintem a, ez a kiadás némi kicsike előnyt is hozott a Ubuntu számába. Van benne, hogy is hívják, EMD Radeon driver kezelése. Nem kell, meg tisztán hallható rajta a hangom. Meg egy némi kicsike asztali problémája van neki, hogy nem bírom eltüntetni az ikonokat. Állandóan látható, akármilyen nyitok meg, állandóan láthatóvá fog válni. Köszönöm a figyelmeteket, ennyi volt a videóm, szevasztok!